32 éve indult útjára az országos streetball sorozat, amelynek egyik helyszíne hagyományosan a Nyíregyházi Kossuth tér. Tavaly a kedvezőtlen időjárás miatt a Continental Arénában játszottak a csapatok, a szervezők reményei szerint szombaton viszont ismét a szabadban léphetnek pályára a háromfős együttesek. Ez egy kettős rendezvény, tehát mindig egy idényzáró egyben és egy nyárindító rendezvény kosárlabda szempontjából. Nem véletlenül hívjuk ezt egyébként a vármegyei kosárlabdázás napjának is, hiszen ez egy rendezvény sorozat, már pénteken elindul egy vármegyei ünnepélyes díjkiosztó, ahol a legeredményesebb játékosokat, edzőket díjazzuk, majd ezt megtesszük a streetballon is, de hát magán ugye a streetballon igazából a kosárlabdáé lesz a főszerep. Egy családi program is egyben, hiszen amatőr profi csapatok, családok indulhatnak, de így az utóbbi években visszatekintve azért parázsmérkőzések szoktak lenni, és rengeteg nevező, bízom benne, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk, és ez a tendencia így folytatódik. A Vármegyei Szövetség a nevezési díj felét átvállalja, tehát 16 ezer forint helyett 8 ezer forintért azt gondolom nagyon kedvezményes áron lehet indulni, illetve a kenguru csapatoknak teljesen ingyenes az indulás, úgyhogy arra ösztökélem az összes megyei, vármegyei városi egyesületet, illetve szoktak jönni a környező megyékből, Budapestről, Romániából is csapatok, hogy nevezzenek. Ezt megtehetik csütörtök évfélig, június 13-áig. Fontos hangsúlyozni, hogy akinek ingyenes, neki is regisztrálni kell az eseményre, és magán a helyszínen már csak a játéké lesz a főszerep. 8 pályával készülünk, különböző ügyességi feladatokkal, dobóversenyekkel, illetve zsákolóversennyel, értékes nyereményekkel, illetve lesz egy vállalati streetball is, úgyhogy gyakorlatilag kicsiktől a nagyokig bárki jöhet. A vállalati bajnokságban a vármegye székhely legnagyobb cégének csapatai mérik majd összetudásukat. Izgalmas meccsekre számítok, ugye már harmadik éve rendezzük meg ezt a külön kategóriát a streetballon belül. Elfogadták nagy multi cégek a meghívásunkat, a Lego, a Hübner, a Michelin, a Conti, a Marsó és a Város és a Sportcentrum közös csapata fog két csoportba küzdeni egymással, úgyhogy én jó meccseket és egy kellemes kosaras délelőttet várok. A Nyíregyházi Streetball Fesztivál szombaton 9 órakor kezdődik. A kategóriák győztesei bejuttak a szeptember 14-i országos döntőbe, amelyet a budapesti Hősök terén rendeznek meg.